66. küldőgyűlését rendezte meg a Borsod-Bauzemplén vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara november 29-én Miskolcon a Népkerti Vigadóban. A helyszínen Bihal Tamás, a kamara elnöke köszöntötte a megjelenteket, aki elmondta, hogy jeles dátum számukra az alapításuknak évfordulója. A kamara 1994. november 29-én alakult meg, azóta hagyományszerűen minden évben megemlékeznek erről a meghatározó napról, amit a kamara napjának nyilvánítottak. Idén a 29. évfordulójukat ünnepelték, jövőre pedig megkezdik a harmadik évtizedüket. Jelenleg közel 2000 önkéntes tagjuk mellett több mint 42.000 regisztrált vállalkozást tart nyilván köztestületük. Ez egy jeles nap számunkra, hisz ünnepeljük a kamara történetét. 1880-ban alakult a kamara, lényegében 143 éve, és elődeink 1896. november 29-én a mai akadémiai székházat miskolci kereskedők és iparosok adományaiból, munkájából építették, és a kamara napját november 29-ét ők nyilvánították kamara napjává, és teljesen véletlenül 1994-ben mi is november 29-én alakultunk. Tehát ez ma a kamara napja. Ez egy ünnepi gyűlés, tisztelgés az elődök előtt, és díjazzuk a elmúlt években kiemelkedő teljesítményt folytató személyeket, vállalkozásokat. Természetesen foglalkozunk azokkal a témákkal, amelyek a gazdaság, a kamara számára fontosak. Így a megye gazdaságáról kértünk egy értékelést a megyei elnökasszonytól. A kamarának van ebben véleménye, anyaga, hisz a top 100 rendezvény nemrég készült el. Ennek a rövid összefoglalója az, hogy nagyon nehéz a helyzet, de szilárd lábakon állunk, tehát a gazdaság működőképes, a beruházások folynak, van visszaesés, de minden okunk és reményünk megvan, hogy 2024-ben egy növekedési pályára tud állni a megye gazdasága is. Nincs jelentős veszteségünk már, ami a csődeljárások és a vállalkozások számát illeti. Vannak persze kritikus helyzetben lévő, főleg kisebb cégek, de én remélem, hogy összességében a vármegye egészére a gazdasági kép pozitív, ez a kamara álláspontja. És foglalkozunk azokkal a kihívásokkal is, amelyek minden vállalkozást el fognak érni, így 2024-ben már gyakorlattá kell tenni a mesterséges intelligenciát, sokat tudunk róla, de az, hogy ezt hogy alkalmazzuk a napi életünkben, a napi munkánkban úgy, hogy ez segítsen, támogasson a termelésben, az értékesítésben és sok minden másban, ezzel foglalkozni kell, ezért arra kértük a Informatikai Vállalkozások Szövetségének elnökét, hogy tartson erről egy előadást, és azt követően pedig nyilván a napi szintű, mondhatnánk kis csoportos foglalkozások keretében próbáljuk a KKV-inkat felkészíteni erre a kihívásra. Három kategóriában adunk díjat, vagy ha úgy tetszik 3+1. Az első a gazdaság szolgálatáért díj, ezt személyek kapják. Ugye nálunk 4 tagozat van, iparkereskedelem, szolgáltatás, kézműves, ennek megfelelően 4 személy fogja kapni ezt, és van a kiemelkedő gazdálkodó szervezet díj, ez pedig 4 vállalkozás, vállalat kapja hasonló megosztásban. A harmadik díjunk a szakképzésért díj, és a 3+1 az pedig azt jelenti, hogy a kamara munkatársait is, aki ezt ebben az évi munkájával megérdemelte, díjazni fogjuk. Küldött gyűlésnek megfelelően Anna protokollja szerint nyitották meg az eseményt a technikai részek, a jegyzőkönyv hitelesítő, valamint a napirendi pontok elfogadásával. Ezt követően Bánnék dr. Gábor Gráka, a Borsod-Bauzemplén vármegyei közgyűlés elnöke tartott előadást a megye önkormányzat gazdaságot érintő aktuális feladatairól. Elmondta, hogy 2 fejlesztési időszakra osztható az elmúlt évtized, amelyből az első 2014 és 2020 között valósult meg, a második pedig 2021 és 2027 között jelenleg is folyamatban van. Mind a 2 időszak előtt meghallgatták a lakosság ötleteit, amely alapján stratégiát készítettek.
A gazdaságfejlesztés projektjei közül kiemelte többek között az útfelújításokat, az ipari parkokat és területeket, a közlekedésfejlesztést és az üzleti struktúra fejlesztését. Önként vállalt feladatokat is végeznek a kamaránál, azokat az értékeket előtérbe helyezve, amelyek a vármegyében központi szerepet töltenek be. Záró gondolataként reményét fejezte ki, hogy az eddigi partner kapcsolat a jövőben is megmaradjon közöttük. A következő előadó dr. Vinnai Balázs, az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetségének elnöke, a mesterséges intelligencia funkcionális használatáról tartotta meg informatív előadását. Úgy gondolja, hogy a jövőről beszélni mindig nagyon nehéz, mivel nem tudhatjuk előre, hogy mi vár ránk. Véleménye szerint az emberek túlértékelik, hogy milyen hatása lesz az elkövetkezendő 2-3 évnek, de ugyanakkor alábecsülik, hogy mi várható az elkövetkezendő 5-10 évben. Hangsúlyozta, hogy lépést kell tartani ezzel a technológiával, mivel hihetetlen sebességgel változtatja meg a világot. Ennek bizonyítékaként mutatott statisztikákat, amelyek szerint a ChatGPT nevű mesterséges intelligenciára alapuló online felület 5 nap alatt érte el az 1 millió feliratkozót, ami lényegesen magasabb szám, mint az eddig más platformoknál tapasztaltak. Ezeket a fejlesztéseket bevonva a vállalatok is hatékonyabban és produktívabban tudnak működni, amiben országunk egyelőre még le van maradva. Az előadások után Abuczkiné Simon Ida, a jelölőbizottság elnökének előterjesztése alapján megválasztották a nehézipari és energiaipari osztály új elnökét. Antal József Istvánt szavazták meg nagy többségű szavazattal, így a határozati javaslat elfogadásra került. Minden évben kamarai kitüntetéseket adnak át olyan személyeknek és vállalatoknak, akik az eddigi munkájukkal kiéremelték azt. Az elismeréseket Bihar Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kereskedelmi és iparkamara elnöke, Bánnél Gábor Lárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei küzdélés elnöke, valamint Veres Pál Miskolc polgármestere adta át. Az első díjjal a gazdaság szolgálatáért azt a 4 szemét tüntették ki, akik a kamaráért és a vármegye fejlődésért számottevően dolgoztak. Díjat vehetett át dr. Farkas Géza, a Perlit 92 Kft. Ügyvezető tulajdonos a Pálházáról, Szalári István, a Biosszaladó Kft. Tulajdonosa Ósztról, dr. Juhász Nagy Judit, a Miskolc Holding ZRT gazdaságfejlesztési igazgatója Miskolcról, és Sedlák Gábor, a Creative Energy Kft. Ügyvezetője Miskolcról. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kereskedelmi és iparkamara kiemelkedő gazdálkodó szervezet elismerést 4 vállalkozás kaphatta meg. Elismerésben részesült a mezőkövesdi bútoripari Kft., amit dr. Persze László ügyvezető vett át, továbbá a Hungarofé Kft. Mezőkeresztesről, amit Palatics Attila ügyvezető képviselt, valamint 2 szerencsi vállalat. Az első az MBD Consulting Kft. Képviseltében Nyiriné Bárdosi Mária szakmai vezető érkezett. Kezdetben egyedül dolgozott, majd a csapat bővülésével 2006-ban vásárolták meg a jelenlegi irodaházukat, ami jelenleg is bővülés alatt áll. A róluk készített rövid videóban elmondta, hogy mindig figyelnek arra, hogy megfelelő szoftverekkel dolgozzanak, és kiváló védelmi rendszereik vannak, hogy minél pontosabban és biztonságosabban végezhessék a munkafolyamatokat. Fontosnak tartja, hogy ne csak munkatársként tekintsenek egymásra a cégnél, hanem egyben közösségként is. Nagy hangsúlyt fektetnek a békés és nyugodt munkakörnyezet megteremtésére. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy könyvelőirodánk ezt a kimagasló kamarai díjat megkapta, és nagy meglepetésként is ért bennünket, hiszen mi 1992-től dolgozunk ezen a területen, igaz, hogy kisebb létszámmal kezdtük, és 2012-től az MBD-ben jogutódással létrejött céggel folytattuk ezt a tevékenységet. Gyakorlatilag egyéni vállalkozók, társas vállalkozásoknak nyújtunk tanácsadást, könyvvezetést végzünk, bérszámfejtést és teljes körű tanácsadást. Mindezt a szerencsi telephelyünkön, de nem csak szerencsről, hanem távolabbról, sőt még Budapestről is vannak ügyfeleink. A technikával nyilván lépnünk kellett nekünk is, úgy tudtuk elérni az ügyfelkörünk bővítését, hogy követtük azokat a fejlesztési követelményeket, amik ehhez a tevékenységhez kapcsolódtak. Természetesen én ezt nem egyedül csinálom, szakmai vezetőként vezetem az irodát, de az irodában 17-en dolgozunk, 2 fiú és 15 lány, és van nálunk megváltozott munkaképességű is. És gyakorlatilag, mikor a kamarai díjról értesültem, és készült egy beszélgetés, akkor elmondtam, hogy talán ezekben az években már nem csak én, hanem a vállalkozóim is élik a generációváltásnak a
dolgait, hogy majd a következő generációnak hogyan fogjuk tudni átadni azt, amit mi felépítettünk. Szakmai elismerésnek vesszük ezt a díjat, hiszen 33 éve foglalkozom ezzel az iroda 12-től. Úgy gondolom, hogy az, amilyen kapcsolatunk van a különböző hatóságokkal, a NAV-val, és nincsenek olyan eseteink, amikor probléma lenne a vállalkozóinknak, ez alátámasztja azt a munkát, amit mi eddig nyújtani tudtunk a vállalkozóknak. Nyilván a kamara mindig szakmai elismerést ad, és ezért ez számomra nagyon megtisztelő. Kormos Zsuzsanna a Szútiher Kft-t képviselte Szerencsről. Fodrászként kezdte, de mostanra kinőtte magát a vállalkozása, így lett egyéni vállalkozó. Oktatói végzettséget szerzett, majd a tanítással is bővítette foglalkozását. A szakmát és a fejlődést nagyszerű kihívásnak tartja, ami rengeteg kreativitást igényel. Az egyéni vállalkozásból Kft-t hozott létre, és egy saját oktatóteremmel is bővülnek. Tervezik elindítani duális képzésüket, ami 12 tanuló befogadására lesz alkalmas. Célja, hogy továbbadja a szakma rejtelmeit, és egyedülálló nagyszerű szakembereket képezzenek ki. Elsősorban ugye fodrászkodás, a szépségipar a fő pozíció. Amivel inkább foglalkozunk, amiben most belemerültünk, az a duális képzés, mert én a főállásom nekem a Szerencsi Szakképző Iskolában, műszaki iskolában van, és elkezdtem erőteljesen a tanulókkal foglalkozni, a duális képzéssel. Nagyon büszke voltam rá, és nagyon örültem, ez egy nagyon-nagyon szép kitüntetés. Jelen pillanatban költözés alatt vagyunk, és egy nagyobb befogadó létszámmal rendelkezünk majd, mint duális partner, és ez ilyen szempontból nekünk nagyon nagy megtiszteltetés, egy előrelépés. A vállalkozás folyamatosan foglalkozik tanulóknak a továbbképzésével, továbbfoglalkoztatásával, versenyeztetésével, és ezekkel mind-mind egy kimagasló eredményeket érünk el szerencsére, úgyhogy nagyon-nagyon sikeresnek tartom most a vállalkozást, reméljük megtartjuk ezt a pozíciót. Mindenféleképpen motiváltabb vagyok tőle, mert ez egy lendületet ad, egy kihívást, egy előrelépés számomra, hogy fejlődni kell és tovább kell haladni ezen az útvonalon. Én a színvonalat szeretném megtartani, és azt egy kicsikét bővíteni, és lehetőséget adni a nálam dolgozóknak, vagy akik ott fognak dolgozni, egy színvonalas munkát adjunk ki a kezünkből. A harmadik értékelt kategória a kamaratanuló képzés terén kiemelkedő gazdálkodó szervezete. Ezt a díjat Gyárfás Tóth Milán ügyvezető vehette át a Miruben vendéglátó és kereskedelmi Kft. Képviseletében Borsod Nádasdról. A továbbiakban a kamara munkatársai közül elnöki dicsérettel méltatták Jakab Zoltán képviseleti munkatársukat, Kocsis Regina pályaorientációs tanácsadót, Martinovszki Csilla duális képzési tanácsadót és Táncos Dávid Beáta pénzügyi munkatársukat. Az utolsó elismerő oklevelet Kerényi László operatőr dokumentumfilmes vehette át, aki rendszeresen készít rövid filmeket a kamara számára.